Jó reggelt kívánok! Elkezdenénk a rendkívüli testületülést. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy kapcsolják be a készülékeiket. Megcsináljuk a jelenlét ellenőrzést. Jó, a képviselőtestület határozatképes. El tudjuk kezdeni a munkát, mint a rendkívüli testületülés, ott gondolom nem tárgyalta a ügyrendi bizottság a napirendi sort. A napirendi sor 5 napirendi pont javaslatot tartalmaz. Kérdezem a tisztelt testületet, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele. Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzanak a napirend elfogadásáról. Köszönöm, a képviselőtestület 17 egyhangú igen szavazattal fogadta a napirendet. Ugye azért került sor, ezt talán előtte kellett volna elmondanom, mert hogy több napirend esetében, illetve 2 napirend miatt hívtuk igazából össze, vagy javasoltam a testületnek a mai ülést, ahol olyan határidők vannak, amit a rendes testületülés alatt nem tudtunk volna betartani, és így például nem tudtunk volna csatlakozni a Burza-Hungarika ösztöndíj rendszerhez, amihez már nagyon régóta csatlakozunk. Akkor elindulunk az egyes napirendi ponttal, amely a közterületek használatához szóló önkormányzati rendelet módosításáról szól. Kérdezem a tisztelt testületet, mintha nekem nincsen, illetve jegyzőasszony kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítése. Egy mondatos, akkor jegyzőasszonynak megadom a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Önkormányzatunk a mozgóképről szóló 2004 évi második törvény 34 paragrafusos bekezdése alapján felhatalmazást kapott arra, hogy abban az esetben is meghatározza a közterület használatot, hogyha az első esetben a filmforgatás nem valósult meg, abban az esetben, hogyha ez a meghiúsulás nem róható fel a kérelmezőnek, illetőleg, hogyha valami rendkívüli természeti esemény áll be, és emiatt nem sikerül a közterületet a megadott időpontban igénybe venni. Tulajdonképpen ez szabályozza a jelen rendelet, és azt írja elő, hogy ebben az esetben 5 napon belül lehetőség szerint kell időpontot találni újra a filmforgatásra. Ezzel a rendelettel tulajdonképpen eleget teszünk a felhatalmazásnak és rendeltalkotási kötelezettségünknek. Elmondanám, hogy a rendelet tervezetet a tulajdonosi bizottság hétfőn tárgyalta, és 4 egyhangú igen szavazattal támogatta, hogy azt a képviselőtestület elé terjesszük. Köszönöm. Köszönöm, jegyzőasszony. Kérdezem a testületet, van-e kérdés, hozzászólás? És még az ügyrendi is. Köszönöm szépen. Nincs, akkor határozathozatal következik. Rendeletről szavazunk, tehát minősített többség szükséges hozzá. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak most. Lehet engem hallani? Ennél jobban nem tudom. 17 egyhangú igen szavazattal hozott határozatot a testület. Áttérünk a következő napirendi pontra, amely szintén egy rendeletmódosítás, az önkormányzat által nyújtott támogatások rendjéről szól ez a rendelet. Nekem nincs szóbeli kiegészítésem, kérdezem jegyzőasszonynak, megadom a szót. Tisztelt képviselőtestület! Ezt a rendeletet az MÖTV módosítása kapcsán kapott felhatalmazás szerint készítettük el. Ez lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat rendeletben szabályozza az államháztartáson kívüli forrás átadására, átvételére vonatkozó szabályokat. Ebben a rendeletben tulajdonképpen meghatározásra kerültek azok a lehetőségek, amelyek mentén az önkormányzat bármifajta támogatást adhat. Meghatároztuk azt, hogy ennek milyen lehetőségei vannak, hova kell a kérelmet benyújtani, adott esetben a képviselőtestület
az SMS szerinti bizottság, vagy pedig a polgármester hozhat döntést. Vannak olyan támogatási lehetőségek, amelyekhez az állampolgárok és a meghatározott szervezetek csak pályázat mentén juthatnak hozzá. Ebben az esetben azt is szabályozza a rendelet, hogy pontosan mit kell a pályázatba megjelentetni. Minden esetben el kell számolni az átadott forrásokkal. Ezeket abban az esetben, hogyha 3 millió forint fölötti a támogatás, a képviselőtestületnek kell elfogadnia. Ez alatt pedig az illetékes bizottságnak, aki az SMS szerint magát a pályázatot is kiírta, illetőleg amennyiben a polgármester úr írt ki pályázatot, és annak mentén kaptak támogatást a szervezetek vagy állampolgárok, akkor a polgármester úr jogosult ezt a támogatásról szóló elszámolást elfogadni. Abban az esetben, ha céljellegű fejlesztési támogatást kapnak, általában ezek ugye szervezetek, akkor, hogyha ez 300 000 forint fölötti, akkor viszont lehetőség van arra a rendelet szerint, hogy az önkormányzat meghatározott szervezete ellenőrizze is, hogy az adott összegnek a felhasználása a támogatási szerződés szerint valósul-e meg. Kérem a tisztelt testületet, támogassa a rendeletet. Köszönöm, kérdezem a tisztelt testületet, van-e kérdés, hozzászólás? Mihály András képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület, nem kérdésem lenne, hozzászólásom, nem tudom. Köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtestület, nyilván a képviselőtestület tagja ismeri, hogy a rendelet tervezetünket, amelyet tárgyalunk, azt gondolom, hogy ideje korán, de nem későn előttünk van. Ez számomra is, és számunkra is lehetőséget biztosít arra, hogy nem az államháztartás keretein belül szerzett forrásokat, az önkormányzat, mint a nevében is benne van, hogy önkormányzat, a saját bevételeiből a rendelet szerint civil szervezeteknek, illetőleg magánszemélynek, illetve jogi társaságnak is biztosíthat forrást. Azt gondolom, hogy az elmúlt években egy kis bizonytalanság volt, hogy az önkormányzat megteheti azt, hogy a saját bevételével támogassa az egyébként a közösség számára is segítséget nyújtó szervezetek működését, illetőleg a programjukat. Úgyhogy én üdvözlöm ezt a rendelet tervezetet, és kérném a képviselőtestületet is, hogy támogassa. És egy kiegészítést az aljegyző asszony talán nem mondta, hogy most is a források biztosítása, akár pályázat, akár pályázaton kívüli forrás biztosítása elsősorban a képviselőtestület kompetenciájába tartozik, és a képviselőtestület leadhatja ezt a lehetőséget a SMS szerint a bizottságoknak, illetőleg a polgármesternek. Köszönöm szépen. Kérném, hogy támogassuk a rendelet tervezetet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a testületet, hogy van-e még olyan képviselőtársam, aki szeretne hozzászólni a napirendhez. Nincs, akkor határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak a rendelet elfogadásáról. Köszönöm. A képviselőtestület 17 egyhangú igen szavazatta hozott határozatot. Áttérünk a következő napirendi pontra, amely miatt tulajdonképpen a mai testületi ülést összehívtam, ez pedig a csatlakozás a 2014 évi Búzangorika ösztöndi rendszerhez. Nekem nincsen szóbeli kiegészítésem, jegyző asszony meg nem előterjeszt, úgyhogy neki sincs. Kérdezem a tisztelt testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás az anyaghoz. Mihály András elnök úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, a Kossuth Bizottság nem tárgyalta a napi rendet, de azt gondolom, hogy miután a pénzügyi lehetőségek számbavétele volt fontos, így a pénzügyi bizottság kompetenciája, illetőleg a képviselőtestület kompetenciája ez a kérdés.
De azt gondolom, hogy nagyon fontos számunkra, hogy az önkormányzat csatlakozzon minden évben a Búrca Hungarika pályázathoz. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulókat támogatja, és a támogatásunk összegének a megduplázásával az állam is hozzájárul a tanulók támogatásához, és azt gondolom, hogy ezzel is kifejezi az önkormányzat, hogy milyen felelősséget vállal a felnövekvő generáció tanulásának segítésében. Azt gondolom, hogy ez a nemes feladat, és támogassuk. Remélem, hogy a költségvetésben ezt a forrást nem csak betervezni, hanem biztosítani is tudjuk számukra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szújkó Szilvia. Köszönöm szépen. Kiegészíteném azt, hogy az önkormányzat 15 éve kezdte el a csatlakozást ehhez az ösztöndíj pályázathoz, és köszönöm szépen, mivel ez az egyetlen tanulmányi ösztöndíj, ami megmaradt a kispesti gyerekek támogatására. Körülbelül 80 fiatal felsőfokú, felsőoktatási intézetbe tanulót támogat minden évben az önkormányzat. És köszönöm a támogatást, és azt, hogy az idén is csatlakozik az önkormányzat ehhez a programhoz. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem a testületet, van-e még valakinek hozzáfűzni valója a kérdése az anyaghoz? Amennyiben nincs, akkor a vitát lezárom. Kérem, szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról. Határozati javaslat 3 van, szerintem szavazhatunk egyben róla, hogyha elfogadják képviselőtársaim ezt a javaslatot. Jó? Köszönöm. Köszönöm. Mindhárom esetben 17 egyhangú igen szavazattal határozott a képviselőtestület. Áttérünk a következő napi rendi pontra, amely az intézményi tanácsok létrehozásáról szól. A kerületi közoktatási intézményekben, hogy ez egy új szervezet, amit föl kell állítanunk. Az előterjesztésben leírtam ennek indokát. További szóbeli kiegészítésem nincsen. Kérdezem a testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás az anyaghoz. Amennyiben nincs, akkor a vitát lezárom. Kérdezem, ugye van 13 darab határozati javaslatunk, hogy ez akkor tudunk-e egyben szavazni róla. Jó, köszönöm. Akkor kérem, szavazzam. Köszönöm. 17 egyhangú igen szavazattal fogadta el a képviselőtestület a javaslatokat. Áttérünk a következő napi rendi pontra, amely az Aranyoboda kapacitás bővítése című Európai Uniós projektmenedzseri feladatainak ellátásáról szól. Kérdezem Tóthné Szabó Éva, a polgármester azt mondta, hogy szóbeli kiegészítése van-e az anyaghoz. Jó, a polgármester azt mondja, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselő testület, egyetlen egy mondat a határozati javaslat alapján kérem a testületet, hogy fogadja el és hatalmazza fel a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és elfogadására. Köszönöm. Köszönöm szépen a polgármester, azt mondja, kérdezem a tisztelt testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez. Amennyiben nincs, akkor a vitát lezárom. Határozathozata következik, a határozati javaslat az előterjesztés második oldalán található. Kérem, szavazzon. Köszönöm, 17 egyhangú igen szavazattal fogadtuk el ezt a javaslatot is. Végeztünk. Mindenkinek köszönöm a mai munkát. Októberben még valószínűleg lesz testületülés, ezt majd a frakcióvezetőkkel történt egyeztetés után döntöm el, hogy akkor mikorra hívom össze, de most arra kéne akkor készülni a rendes testületülés időpontjában, tehát az jövő hét, ugye? Csütörtök. Jó, de mindenki fog.
időben értesülni arról. Köszönöm szépen még egyszer a munkát.